Fogják majd hallani Majtényi Lászlót, de előtte nagy szeretettel köszöntöm és konferálom föl Erdős Virág, József Attila díjas költőt. Fogadjátok szeretettel! Jó napot kívánom! Erdős Virág vagyok. Én Majtényi László kérésére vagyok ma itt. Az ő kérésének itt és most képtelenség lett volna ellenállni, ez könnyen belátható. De ha már itt vagyok, akkor szeretném mindannyiunk nevében megköszönni, hogy ő itt van velünk, és itt van nekünk. Egy nagyon fontos mondat. Az igazságról szóló beszéd soha nem teljesen erőtlen. Én a versírást is az igazságról szóló beszéd egy formájának tartom, úgyhogy ez a gondolat különösen közel áll a szívemhez. Ahogy a legnagyobb költő, az aforizmák kétkötetes gyűjteménye mondja, a világ összes sötétsége sem képes legyőzni egyetlen szál gyertya fényét. Szóval, ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Most egy verset fogok felolvasni, de rossz hírem van. Ez nem az a vers, amire ezer éve gyúrunk. Ez nem az a vers, ami már általunk szól, rólunk. Ez nem az a vers, ami úgy pánk, hogy közben időtálló. Ez nem az a vers, amitől felrobban a világháló. Ez nem az a vers, amitől leszakad a födém. Ez nem az a vers, ami átragyog a múlt ködén. Ez nem az a vers, amivel már előre számolnak. Ez nem az a vers, ami majd beolvas a kánonnak. Ez nem az a vers, amiről álmodoznak a nagyok. Ez nem az a vers, amire rámozdulnak a fanok. Ez nem az a vers, amivel jót be lehet fűteni, ez nem az a vers, amivel hurkát lehet tölteni, ez nem az a vers, amiből azt kap, aki kér, ez nem az a vers, ami a mindenséggel mér, ez nem az a vers, amiből másoknak is jutni fog, ez nem az a vers, amit egy egész ország tudni fog, ez nem az a vers, amiben mind el fogunk férni, ez nem az a vers, amiben jó dolog lesz élni. Ez nem az a vers, amit majd beültetünk magokkal, ez nem az a vers, amit majd elvihetünk magunkkal, ez nem az a vers, amitől felpörög a pulzus, ez nem az a vers, amitől berosál a kurzus, ez nem az a vers, ami a bátor kiállásra int, ez nem az a vers, amitől erősödik a forint, ez nem az a vers, amihez nem kell külön körítés. Ez nem az a vers, amitől bedől majd a kerítés. Ez nem az a vers, ami 100 évente van egyszer. Ez nem az a vers, amitől megbukik a rendszer. Ez nem az a vers, ami pont telibe talál. Ez nem az a vers, amiben megáll a kanál. Ez nem az a vers, ami már épp eléggé banális. Ez nem az a vers, amitől élhetőbb a halál is. Ez nem az a vers, ami majd átrepít a síron, azt még csak most írom. Kedves demonstrálók, kedves ünneplők! Ma az 1848-as forradalom hőseire is emlékezünk azokra, akik bátorságukkal elindítottak egy nagyon komoly kezdeményezést és szabadságharcot Magyarország függetlenségéért, a sajtószabadságért. És még sorolhatnánk azt a 12 pontot, amelyet megfogalmaztak. A 12 pont nagy része ma is érvényes. Ezért vágyunk egy új magyar köztársaságra. Majtényi László neve önök előtt nem ismeretlen.
Hétfőn a parlamentben a demokratikus pártok képviseletében beszédet mondott, méghozzá köztársaság elnökjelölti beszédet. Gondolom, önök is olvasták, hallották, látták. Egy ilyen általa megálmodott és átgondolt Magyarországban szeretnék élni. Velem tartanátok? A mai demonstráción és ünnepségen Majtényi Lászlót köszöntjük a színpadon. Fogadjátok őt is nagy szeretettel. Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit! Annyira meg vagyok most hatva, hogy nem is tudom, hogy hogy fogom elmondani a beszédemet. Én soha életemben... Mondhatom azt is, hogy egész életemben arra készültem, hogy most itt álljak önök előtt, de ez nem igaz. Előbb azt kezdtem el mondani, hogy soha nem beszéltem magamról. Ez nálam egy fogadalom, vagy nem is tudom, így alakult ki. Én civilben, jelentős részben, az életművemben magánélet védelmével foglalkoztam, és ebből valahogy az következett, hogy saját magamról soha nem beszéltem. Most szeretnék kivételt tenni, mondom a meghatottságokán, szerintem meg fogják érteni. Van egy nagy élményem, 6-7 éves koromból, abban az időben én Angyalföldön laktam, és minden reggel, amikor elindultam az iskolába, nálam 2-3 évvel idősebb huligánok megállítottak, mindig ketten voltak, elvették az uzsannámat, és közelben volt egy csapádgyár, és nekünk ilyen acélcsapádgolyóink voltak, és azzal játszottunk, hasonlóan a Pál utcai fiúkat. És minden reggel, vagy minden második reggel, nem csak az uzsonnát vették el, hanem az acélgolyókat is. És akkor én, 7 éves gyerekként tettem egy fogadalmat. Az volt a fogadalom, hogy egyszer megnövök, és nagy leszek, és erős, akkor én soha nem fogom elvenni más gyerekek uzsonnáját, és nem fogom elvenni az acélgolyót sem tőlük. Hanem éppen ellenkezőleg, én arra fogok szerződni, úgy szeretnék élni, hogy a nálam gyengébeket próbáljam megvédeni. Azt kérték, hogy minél lassabban beszéljek, hogy lehessen érteni, igyekszem így eljárni. Mielőtt bármit mondanék, érdemit, volna egy kérésem. Nem tudom, hogy véletlenül itt van-e a tömegben Sándor Mária.
Én nyugodtan le is mehetnék a színpadról, mert önök előre tudják, hogy én mit akarok mondani. Most konkrétan mit szerettem volna kérni? Azt szerettem volna kérni, hogy köszönjük meg Sándor Máriának mindazt, amit értünk tett, amit az egészségügyért tett, és amit az eljövendő negyedik köztársaságért tett, egy tapssal, illetve lehet kiabálni is. Délben meghallgattam a magyar miniszterelnök beszédét. Ebben a beszédben én más értelmet nem találtam, csak hogy brüsszelezett, és valamiféle birodalomról, vagy talán birodalmakról beszélt, amely birodalmak állítólag bennünket fenyegetnek. Azon kívül egy mondat ütötte meg a fülemet, azt mondta, hogy megvédtük az Európát ostromló népszavazástól egész Európát. Ahhoz képest, hogy ez egy papírról felolvasott beszéd volt, ez azt gondolom, hogy elég érdekes momentuma volt a mai napnak. Azt én nem, talán csak a Jóisten tudná megmondani, hogy amikor ennyire megbicsaklott a miniszterelnök úr nyelve, akkor vajon az olimpiáról szóló népszavazási kezdeményezésre gondolt-e, hogy az ugyancsak nemrégiben elveszített kvóta népszavazásra, már általa elveszített, általunk viszont megnyert kvóta népszavazásra, ahol neki pont 1 millió szavazata hiányzott, hogy érvényes és eredményes legyen az a népszavazás. Ha jól látom, itt most jelen van a kritikus tömeg. Ugye március 15-ére emlékezünk. Nagyjából mindannyian ismerjük, hogy mi előzte meg március 15-ét. Ugye március 3-án Kossuth Lajos felirati javaslatot készített, majd a márciusi ifjak elkészítették a 12 pont tervezetét. Ezután azt találták ki, hogy a 12 pontot majd a Józsefnapi vásárban március 19-én fogják ismertetni. Az egyik márciusi ifjú nem kevés humorérzékről és iróniából tanúságot téve, erre azt mondta, hogy akkor úgy néz ki, hogy a szabadságot a disznóvásáron akarjuk majd eladni. Igen ám, de közben jött valami, és ennek van jelentősége a mai nap vonatkozásában is. Március 13-án Bécsben kitört a forradalom, és nem lehetett megvárni a Józsefnapi vásárt, és március 15-e lett így Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepe. Mi ebből a tanulság? Az, hogy a legreménytelenebb helyzetben sem szabad feladni. Akkor sem, amikor úgy néz ki, hogy a szabadság ügye
végérvényesen már elveszett. Márciusban, 1848-ban, a bécsi forradalom előtti napokban senki nem bízott a magyar szabadságban, csak néhány forrófejű fiatal és nagyon-nagyon kevés forrófejű politikus. És mi történt? A semmiből kitört a forradalom, és egy nap alatt szabad lett az ország, és az addig nem létező nemzeti egység egy pillanat alatt összeállt, összefort, és az egész nemzet ugyanazt a verset mondta, ugyanazokat a követeléseket állította a bécsi udvarral szemben. Vagyis akármikor megtörténhet a csoda, nem kell attól félnünk, hogy nagyon sokáig kell elviselnünk a nemzeti együttműködés rendszerét. Akármennyire reménytelen adott pillanatban a helyzet, ez órák alatt megváltozhat. Kétféle nemzet él a világon. A kétféle nemzet közül az egyikről úgy szoktak beszélni, hogy ezek szabadságszerető nemzetek. Vannak szerencsésebbek, ezek pedig a szabad nemzetek. Itt az ideje, hogy végre szabadságszerető nemzetből szabad nemzet legyünk. Nekem egy olyan gondolatom, amit már nagyon régen forgatok a fejemben. Ha a történelemben egy pillantást vetünk, akkor egészen egyértelmű az, hogy szabadság szerető nemzetből akkor lesz szabad nemzet, amikor nem az idegen elnyomás alól szabadul fel, hanem amikor saját urait zavarja el. Erről például az angolok és a franciák elég sokat tudnának mesélni. Az általános depresszió, amivel minden nap találkozunk, és egészen kiváló emberek, nagyon erkölcsös, általam nagyon tisztelt emberek is képviselik, az úgy szól, hogy teljesen fölösleges egy népgyűlésen beszélni, teljesen fölösleges egy politikai tüntetésre elmenni, teljesen fölösleges írni, teljesen fölösleges olvasni, teljesen fölösleges káromkodni, akkor, amikor olyan életünk van, hogy csak káromkodni van kedvünk, minden teljesen fölösleges, odafönt ezek az események, ezek a szavak és ezek a káromlások úgysem érdekelnek senkit sem. De ez tévedés. Higgyék el, hogy ez nem így van. Van egyszerű tény, amelyik ezt bizonyítja. Nemrég olvastam egy összeállítást, amelyik azt mutatta, hogy a kvóta népszavazásra elköltött propagandamilliárdok összehasonlítva a Brexit melletti propagandára majdnem azonos összeg. Hasonlítsák össze a két országot, és hasonlítsák össze a két ország árszínvonalát, és az, hogy milyen költsége van ugyanannak a dolognak. Ezt a pénzt nyugodtan ellophatták volna, ahogy a többit. De nem lopták el, hanem arra költötték, hogy agymosást hajtsanak végre, hogy befészkeljék magukat az agyunkba. Vagyis egyáltalában nem mindegy, nekik biztosan nem mindegy, hogy mi mit gondolunk róluk. Jó. Orbán Viktor egyszer azt mondta, hogy egyszer kell győznünk, de nagyon. Én ezt hadd fordítsam meg. Egyszer kell elveszíteniük a népszerűségüket, de akkor nagyon.
A márciusi pontok közül a második, az ugye azt mondja, hogy legyen felelős minisztérium, és legyen országgyűlés Budapesten. Minden évben én azt mondom, hogy minden nap. Tehát legyen felelős minisztérium, és legyen országgyűlés. Mit jelent ez a követelés? Ez a követelés azt jelenti, hogy legyen a népnek felelős kormány, legyen olyan országgyűlés, ahol a nép hangja hallatszik, ahol az erkölcsileg felkészült ellenzék, az ugyancsak erkölcsileg megalapozott kormánypárttal mindennapi vitában beszéli meg a haza ügyeit, és ebbe a vitába valamilyen módon a nép is beleszólhat. Ez lenne az országgyűlés. Olyan országgyűlés, ahol vizsgálóbizottságok alakulnak, olyan országgyűlés, ahol az ellenzék jogait biztosítják, olyan országgyűlés, amelyben a közjóért tevékenykedő országgyűlési képviselők dolgoznak. Röviden, olyan országgyűlés és olyan kormány kell, amelyik lehetővé teszi azt, hogy alkotmányos államban élvén minden hatalom korlátozott legyen. Jogállamban nincs korlátlan hatalom. Akinek korlátlan hatalma van, aznak a feje fölött az ég, és beleveri a fejét az égbe. Olyan ország kell, amelyben független intézmények védik az állampolgárok jogait. Olyan ország, amelyben az állam szívéből kiterjedő korrupcióval szemben hatékonyan küzd maga az állam, és ezt a korrupciónak ezt a formáját azonnal megszünteti. Olyan ország, amelyik nem a gazdagokat gyámolítja, és nem a gyáripart, és nem néhány oligarcha cégét, hanem ahol a szegényeket gyámolítja az ország. Fölírtam magamnak, hogy az igazságról szóló beszéd soha nem erőtlen, de ezt teljesen fölösleges elmondanom, mert Erdős Virág már helyettem elmondta. Köszönöm szépen! Ugye a negyedik pont, a törvény előtti egyenlőség. Törvény előtti egyenlőség a polgári jogok tekintetében, és törvény előtti egyenlőség a hit, a vallás és a szabad gondolkodás tekintetében. A törvény előtti egyenlőséget jó lenne követelnünk, a civil szervezeteknek is. Ugye van Machiavellinek egy nem nagyon gusztusas, de nagyon hatásos javaslata, mely szerint a bölcs fejedelem, hogyha nincs ellensége, akkor keres magának egy olyan ellenséget, amelyet legyőzhet. Ez az ellenség lehet a menekült, a sebzett lábbal, véres melkassal síró gyerekét magához szorító anya, és lehet ez az ellenség ugyanúgy egy 80-valahány éves idős ember, Soros György, és lehet az ellenség az Európai Unió, és lehet az ellenség a civil, és lehetünk ellenségek mindannyian. Egyenlőséget követelünk, törvény előtti egyenlőséget a hajléktalannak és az oligarchának is. És a következő ugye az ötödik pont, a közteherviselés. Közteherviselést akarunk, igazságos adórendszert szeretnénk,
és követeljük az oligarcha adó bevezetését is. Ha megengednek egy rövid, képletes beszédet, de én szó szerint is gondolom, lehet úgy is érteni, hogyha az embernek van a kezében egy lekváros bukta, és előtte egy szegény gyerek, és van lehetősége a szegény gyerek kezébe adni azt a lekváros buktát, akkor azt gondolom, hogy erényes ember nem tétovázik, és annak a gyereknek a kezébe oda teszi ezt a lekváros buktát. Ha ez baloldaliság, akkor baloldaliak vagyunk. Jöjjön az első pont. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Kívánjuk az Orbán, Habony, Vajna, Mészáros média megszüntetését. Akarunk politikai hetsajtót és revolver sajtót. De a nyolcadik pont a független bíróságokat. Nem tudom, hogy ismerik-e, de talán biztos sokan ismerik a híres történetet, amelyiknek a csattanója az, hogy vannak még Berlinben bírák. Ez a történet pedig úgy szól, hogy Nagy Frigyesnek megtetszett egy Molnárnak a malma. És odament, és azt mondta, nyilván nem személyesen, mennyiért adod a malmodat, Molnár? Mire a Molnár azt mondta, a malom nem eladó. Mire azt mondta a Nagy Frigyes embere, jó, akkor a malmodat elveszem. Ezt a mondatot mi mindannyian ismerjük, ugye? Mit mondott erre a Molnár? A Molnár önérzetes férfi volt, és a Molnár azt mondta, hogy vannak még bírák Berlinben. Ma itt ebben az országban legfeljebb azt mondhatjuk, hogy vannak még bírák Strasbourgban. A magyar állam Strasbourgban sorra veszíti el a pereket. Legutóbb két fogvatartott menekült nyert Magyarországgal szemben pert. De ugye tegyük hozzá, hogy legyenek végre bírák a Donáti utcában is. De a Donáti utca az Alkotmánybíróság székhelye. Ugye a kilencedik pont az unió. Nem sütöm el azt az olcsó poént, hogy rögtön az Európai Unióról kezdjek beszélni, ez majd csak a harmadik mondatban jön. Azért, mert ugye ez a nemzetségpolitikának az alapkérdése. Hogyha tőlem megkérdezi valaki, hogy ki volt az elmúlt 25 év legsikeresebb magyar politikusa, én gondolkodás nélkül azt mondom, hogy Markó Béla. Miért volt Markó Béla olyan sikeres politikus? Azért, mert Erdélyben létrehozott, nem egyedül természetesen, hanem a Románia-Magyar Demokratikus Szövetséggel létrehozott egy olyan hatalmas infrastruktúrát, amelyben az óvodától az egyetemig szabadon lehet tanulni. Létrejött egy hatalmas magyar és nagyon színvonalas sajtó, sokszínű sajtó, nagyszerű színházi kultúra, és mi történik manapság? Ahogy 2010-ben Magyarországon a sajtószabadság felszámolásával indult a nemzeti együttműködés rendszere, most ugyanez a politika elérte Erdélyt, és most folyik Erdélyben a szabad sajtó felszámolása. És nem csak... Igen. Ugye március 15-én alig ha kerülhető el, hogy mondjunk egy hogy mondjam, polgári szót,
az orosz-magyar kapcsolatokról is, mert az is ide tartozik. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzete van a kárpátaljai magyarságnak. Tudjuk, hogy van ott egy új nyelvtörvény, amelyik a kárpátaljai magyarságnak, a kárpátaljai magyarságot nagyon súlyos helyzetbe hozza. De van itt egy furcsa motívum. Van egy szomszédunk. Úgy hívják Ukrajna. Ezt a szomszédunkat Oroszország megtámadta, és hatalmas területeket törvénytelenül elrabolt ettől az országtól. És vajon mi lenne a magyar nemzeti érdek? Vajon ki idegen érdekek képviselője? Mi lennénk azok, vagy az, aki a KGB főnökének, azt kell mondjam, hogy nem akarok csúnya szót mondani, annyit mondok, a KGB főnökének a kiváló barátja. Én ott tüntettem, és szónokoltam a paksi tüntetésen nem olyan régen. És hadd mondjam el az utolsó mondatomat. Azt mondják ránk, hogy orosz ellenesek vagyunk. Ez nem igaz. Virágozzon és az egész világon hódítson a nagyszerű orosz kultúra. De vesszen a terjeszkedő és elnyomó orosz hatalom. Éljen Tolsztoj, vesszen Putyin! Nem olyan régen itt álltam a Calvin téren, egy március 15-én, emlékszem, hóvihar volt, álltam a hordón, szónokoltam, és a szemembe vágott a hó, úgyhogy a szemgolyómon pattogtak a hópihék. És ott, félig megvakulva, belekiabáltam a tömegbe, elég sok fiatal volt ott, hogy magyar fiatalok, legyetek politikusok. De miért tettem ezt? Van egy régi népi bölcsességről szóló magyar mondás. Ez így szól. Két dolog van, ami a világon biztos. Lapjára esik a tehénszar, és a politika piszkos. Csak hogy az a helyzet, hogy vannak kivételes pillanatok. 1848. március 15-én a politika nem volt piszkos. 1956. októberében a politika nem volt piszkos. Jöjjön el az a pillanat, amikor a politika megint nem lesz piszkos, és most már ezt a politikailag nem teljesen korrekt felszólítást, hogy magyar fiatalok, mindannyian legyetek politikusok, engedjék meg, hogy úgy módosítsam, hogy magyar lányok, asszonyok, fiúk és férfiak, mindannyian legyetek politikusok! Martin Luther King több mint 50 évvel ezelőtt azon a nagyon híres washingtoni gyűlésen azt mondta, hogy hát nagyon patetikus volt az egész szónoklat, de csak az utolsó gondolatot szeretném felidézni, azon a hatalmas tüntetésen azt mondta, hogy ne merüljetek el a kétségbeesés tengerében. A helyzet változik, a helyzet meg fog változni. Köszönöm szépen!
demonstrálok. Majtényi László úr, gondolatait vigyétek magatokkal. És nagyon nagy öröm mindnyájunk számára, hogy sokkal többen vagyunk, mint a délelőtti állami ünnepségen. Pedig ugye tudjátok, hogy a ország minden tájáról szállítottak buszokkal, a közönségen természetesen felcsúszott és körülbuszítottak. Erősödik a szél, jön a vihar, elképzelhető. Lelketekben ne legyen vihar, épek maradjanak a gondolatok, és építő jellegűek. Figyeljetek egymásra, és a himnusz meghallgatása után mindenki siessen haza. Köszönöm szépen a szervezők nevében, hogy eljöttetek.